64 évvel ezelőtt megmozdult az ifjúság, mert változást akart. Ma már ez is történelem. A lázadó ifjakat hősökként emlegetjük, s a mai fiatalság már csak az idősek elbeszéléseiből ismerheti meg 56 történetét. Október 23-án minden évben az ország több pontján emlékeznek erre a napra, így volt ez Dombováron is. Az I.S. Gyula gimnázium diákjai által előadott műsorban igazgatójuk dr. Szenyéri Zoltán mondott ünnepi beszédet. Valamennyiünknek megvannak az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz, annak utóéletéhez köthető személyiségei, történetei, érzései. Elődeink hite, harcossága, kitartása a mai napig lelkesítő példa a számunkra. A csodálatos napoknak megvannak a mindenki számára örökérvényű, egyszerű tanulságai. Az akkori magyarok képesek voltak együtt, válvetve, ugyanazokért a célokért küzdeni. Volt nemzeti minimum. Mindenki egyetértett az egyéni szabadságjogok minden hatóságával, a függetlenség axiómájával. Mindenki azonosult azzal, hogy az államhatalma nem önmagáért és vezetőért való, nem azért alkotta meg ezt az irányítási formát a történelem, hogy polgárait kizsákmányolja és megfélemlítse, hanem hogy a jó hírüket, a jólétüket és a boldogulásukat szolgálja. Dr. Szenyéri Zoltán beszédében kiemelte, hogy minden történelmi eseménynek megvan a mára vonatkoztatható tanulsága. Lassan eltűnnek azok, akik autentikusan képesek lennének a későbbi nemzedékeknek mesélni. Szerencsénkre számukra és a még fiatalabbak számára megmaradtak a hiteles és kortalan mozgóképek. Újra és újra láthatjuk a Pesti utcákon hömpölygő tömeget, az optimista mosolyjal áradó tüntetőket. Feltűnő annak a fiatal nőnek a látványa, aki diadalmasan integet egy erkélyen a forradalom jelképpé magasztosult dobogójával, a lyukas zászlóval. A megemlékezés koszorúzással ért véget az 56-os emlékműnél.